A Vasvári Pál gimnázium lánycsapata hosszú évek óta meghatározó szereplője a diákolimpiai döntőknek, korábban jó néhány aranyérmet begyűjtöttek az iskola csapatai. A megyei és a területi döntő megnyerését követően az idei sorozat fináléjába is magabiztosan jutott be a Balog István által irányított 5. korcsoportos együttes. Szegeden az aranyérem megszerzésének reményében lépett pályára Vasvári, amely végül a 2. helyet szerezte meg a korosztályos válogatott játékosok sorát foglalkoztató csapatokat felvonultató mezőnyben. A csoport mérkőzésénk során az első meccset a Szegeddel mérkőztünk, simán győztünk, második Szombathely volt. Mérkőzés megvettük, és a harmadik mérkőzés volt a Kecskemét. Kecskemét tavaly első volt, titkos favorit volt, és biztunk abban, hogy a Kecskemét a játszogó döntőt. Viszonylag simán megvettük a Kecskemétet 3-1-re, és utána keresztjátékba újra győztünk, és a döntőben Békés Csabával találkoztunk. Úgy gondoltuk, hogy a Békés Csaba talán gyengébb, mint a Kecskemét, és egy szoros 3-2-es mérkőzésen kikaptunk sajnos. A kulcsjátékosaink döntőre elfaradtak, és sajnos ez kevés volt ahhoz, hogy többiek hozzák magukat. A testnevelő szerint egy picit összeszokottabb csapattal megszerezhették volna az aranyérmet. Balázs István kollégám az akadémiát viszi, és az is a probléma, hogy itt akadémiából, az én ifi csapatomban, tulajdonképpen 3 csapatból jött össze ez a keret, és a hiányosak kijöttek a mérkőzéseken, tehát a passz feladók, az ütőkkel nem nagyon találták a hangsúlyt, mivel edzésünk elég kevés volt, így ott a mérkőzések közepén kezdtünk csiszolódni, és ez meg is látszott a végén, tehát tanulság ebből, hogy meg kell kezdeni korábban a közös edzéseket. Játékosok külön-külön edzenek, és itt sajnos nem ismerik annyira egymást, mint ahogy kellett volna. A csapat egyik legjobbja, Sitku Renáta is a Vasvári első akadémiai osztályának a diákja. Egy osztályba jár a csapat, és egy helyre járunk edzeni, és az egész csapat szinte az osztályba jár. Tesi órán atlétikai képzést kapunk, edzésen meg a rendes röplabda edzést kapjuk meg. A 2. helyezett együttesből csak 2 lépnek feljebb jövőre, így jó esély van arra, hogy az idei ezüstöt a következő kiírásban aranyra váltsák majd a vasvárisok.